Mennyi pénzt kap Magyarország az Európai Uniótól? Mire kapjuk ezt a pénzt, és mi a tagság pénzügyi mérlege? Az uniót alkotó tagállamoknak alapvető érdeke a gazdaságilag elmaradottabb országok felzárkóztatása. Így nyernek piacot termékeiknek és szolgáltatásaiknak. Természetesen a támogatások a célországok, így Magyarország érdekeit is szolgálják. Szakértők szerint minden 100 milliárd forintnyi uniós támogatás átlagosan 3,5-szer akkora beruházást eredményez Magyarországon, és csaknem 6000 új munkahelyet teremt. Ha utána számolunk, hogy a tagság kezdetétől a 2020-ig tartó időszakig nagyjából 20 000 milliárd forint fejlesztési forrás jut a magyar vállalkozások, intézmények fejlesztésére, könnyű belátni, hogy az állami támogatással kiegészített uniós források milyen mértékben járulnak hozzá Magyarország versenyképességének javításához. Magyarország az elmúlt években a GDP több százalékát kitevő Európai Uniós forrást használt fel. Ez érdemben hozzájárult a gazdaság bővüléséhez. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy pusztán az a tény, hogy egy tagállam Európai Uniós támogatások felhasználására jogosult, nem eredményezi azt, hogy a gazdasága hosszabb távon is versenyképes tud lenni, hosszabb távon is érdemben nőhet a foglalkoztatottság. Hogyha pusztán a pénz határozná meg a gazdaság fejlődését, akkor nem látnánk azt, hogy számos mediterrán ország komoly gazdasági problémákkal küzd, és megfordítva a helyzetet, azok az országok, mint például Németország vagy Svédország, amelyek az unió költségvetésének jelentős nettó befizetői, nem tudnának motorként funkcionálni az Európai Unió gazdaságában. A magyar kormány célja az, hogy minél hatékonyabban használjuk föl a jövőben is rendelkezésre álló, szintén a GDP több százalékát kitevő Európai Uniós forrást, és abban bízunk, hogy ez hosszabb távon is javítani fogja az ország versenyképességét. Az elmúlt évek fejlesztés politikája meghozta gyümölcsét. Átlagában Magyarország és Litvánia az Európai Uniós költségvetés legnagyobb haszonélvezője. Minden más tagország jócskán elmaradt tőlünk. A jelenlegi költségvetési ciklusban egy főre számítva 712 000 forint uniós támogatás jut minden egyes magyar állampolgárra. Az a támogatás, amiből egy sikeres uniós pályázat megvalósul, nem csak az Európai Unióból érkezik. Minden 100 forint pályázati forrásból 15 forintot a magyar költségvetés áll, és ehhez jön még a pályázók által vállalt önerő. A támogatási rendszert utófinanszírozás jellemzi. A megvalósított pályázatok számláit pontos elszámolás alapján utólag egyenlíti ki a magyar költségvetés. A támogatások összegét pedig a magyar állam ugyancsak elszámolások alapján utólag kapja meg Brüsszelből. A kormány által nyújtott előlegek könnyítést jelentenek a pályázóknak.